Sziasztok! Ez itt ismét a Daylight. Második rész. És ismét Kormi és Ró. A legizgalmasabb részt nevetek abban nektek. Szóval most lemegyünk abba a bizonyos kamrába, ahol valami mozog, és itt ilyen nagyon durva jelzések vannak. De hát akkor nem. Átledettek verve. Bevették. Ők ezt mi is megnézhetünk még, mert hol? Threat az mi? Az a, nem a fenyegetettség? De. Azt majd figyelnék, most azt én majd figyelem, jó? Jó. Hoppá, van egy rogue szikünk. Nem volt is. Valaminek volt megint valami hangja. Király. Merre megyek? Várjál, el nem voltunk még akkor a végéig. Hát valami világított is, hát akkor menjünk erre. Ott még egy ilyen személy. Hopp. Ezeket kell gyűjtenünk egyébként. Befejeztem ezzel a kórházzal. Nem érdekel ez a... Szemétöm. Igen. Láttam valamit a... Lenna ízészobába. Melegítő szobába, nem tudom, hogy mondja. És még valaki látta itt. Nem fog itt maradni. Hogy megtudjam, hogy mik azok. George. Szerintem nem véletlenül van az bezárva. Itt előbb mozgott ez a szemét, erre emlékszek. Elképzelhető. Ja, mert eddig eljutottunk. Ja, és akkor itt van vége. Aha, keresnünk kell másik helyet. Aha. Tehát itt van nekünk ez a kis iPhone-unk, és ott van bezárva. Ja, hogy közben meg valami meg akar ölni, meg ilyenek, akkor ez azért úgy zavarna. De jó, hogy most hajoltam közel, bazd meg! Azt látodott? Te get, ebből jumpscare lesz. Kettes, nincs kettes, nyugi! Nincs tűzünk, bazd meg! De ahhoz közelebb mehetek, mert most jó, eltűnt. Sokkal jobb az meg, relax van. De ha nem látod, akkor nem bánthat. Vagyis de, de ez így jó hangzott. Jó, nem tudom, mit azt szedjük be mindet. Reflexből egyből azért még egy kis, kis világítást el. Itt nem. Itt egyenesen, és tudunk arra tovább menni. De oda kell a kulcs, fia gyerek. De igen, oda kell a kulcs, emide. Ott megint mozgott valami, nem bazd meg? Nyugi. Igen, oda kellett a kulcs. És itt nem tudok elmenni valamelyre máshol. De. Gezizik a lábunk. Hát már futna. De... lábnyomokat hagyunk. Persze, mert ez világít ezzel, látsz minden. Elbe vagy arra be? Egyik helyesen voltunk. Erre, ez foshatósabb. Ja, jó. Tényleg, tök jó. Ja, igazad volt, el nincs semmi. Kellett a semmi, hogy megnyugodjunk. Miután láttuk a szellemet magába. Teljes valójában. Az a nyugtatott, hogy nem fogja, nem lesz itt semmi, nem látsz itt semmit, itt csak mozognak a tejek. Valami megint mozgott. Ja, akkor szerintem lehet, hogy itt végigmentünk egyébként. És azért van itt semmi jelzés. De arról jöttünk, amarról be volt zárva. Hova a francba kéne menni? Ahhoz kulcs kell. Gyerekek, én rosszul vagyok, basszátok. Én nagyon rosszul vagyok. Ehhez kulcs kell. De ez valami kis táj lesz szerintem. Kulcs. Nem, az egy kulcs, mert végre az az a boiler room, tehát a melegítő szoba vagy. Jó, akkor most elrak egy titkot. Trailerben láthattátok azt a babát, és az is egy ilyen kulcs, egy ilyen átjáró szemét. Ez itt biztos voltunk, mert egy kúra sok szép van, ez a moziterem. Jó, de nem tudom, mert menjek, ember. Most menjek vissza, ott láthatod a térképet, alul. Jó, kinagyítom neked, tessék. Egyenesen voltunk, balra ott elmehet, nem tudsz elmenni. Egyenesen nem tudsz végigmenni. És itt nem tudsz elmenni, így itt jobbra. Hol az jobbra? Egy próbát megyél. Vagy most balra majd. Mész is majd balra. Ja, várni. Itt bal. Nem. Pontosan nem beszéltem, és elmentek ott is zsákutcán. Így van. Akkor próbálom egy kicsit visszamenni. És föltettek egy nagyon buta kérdést? Nökjön. Az a kurva sokszögű csillag, az egyáltalán a boiler szobába vezet? Szerintem igen. Mert pont előtte volt egy
alá se tudunk állni. Hát akkor visszamentünk teljesen legelejére. Ebben a sok szobában volt fönn az iPhone-on. Hé, ott az ott mi? Nem itt voltunk az elején, ott van ez a fal. Ja, de én is vezet. Megjelölve minden, igen. Ja, itt van az rengeteg szoba. Bejártuk mindent? Nem tudom, egy nyitva van, az biztos. De ha így jelent meg valami, én megölök valakit. Hangotás geci, jó? Itt is. Ez előbb nem volt itt. Miért tudok keresztül menni a könyvben? Nem tudom, hogy jobb felvenni. És mi az zene? Aha. Egy baba. Tényleg. Jó, ugye? Ott az, ott nem egy kéz, ott fel... Oh. Nyugi, az a ponyva. Szerintem... Hova lettünk? Glowsticket nyomjál? Nem. Ezt ki lettünk teleportálva, hogy most a térkészen. Látlak, ez nem jelent jót. Sticket gyakorlatilag? Az gyakorlatilag cutscene volt. Amiközben fogom a babát, közben nem lehet. Akkor futunk a gecihez, tudod? Tudom. Takarodj már, ne, ez nem ér, úgyhogy nem nézel oda. Figyelj, azért jobb lesz, hogy te sírt vagy az én vállalom, mint én a tiédet. Nem. Ez nem jó sírt. Na várjál. Még mindig jók vagyunk. Még mindig jók vagyunk, itt kell elmenni balra. Nyugi. Engem még játékban nem látod ki. Tudom, hogy valaki itt van. De rá szarakussolna, bazd meg. De minek? Mit ugat? És mivel elfáradtunk, hogy mi a gázzatjuk? Nem, csak azért néha szétnézek. Mondom, ezek, tényleg ezek úgy. Na, adjál fényt! Fény! Nincs kettes. De, van. Nem kettes. Glowstick. Na, ez mi a tököm volt? Saving content. Nagyon jó. Megvan a checkpoint. Király. Na, biztató, ha megvan a checkpoint. Ez azt jelenti, hogy... Ha netán szétbasztod a gépedet a megjegységtől, ez el lesz mentve. És gépet is tudsz venni bármikor. De ne az internetet. Volt valami a falon, hogy megötted. Nem a falon, de van. Minden. Tegnap este 7-kor. Ja igen, minden alkalmazottnak elment az erő, mármint az áram. Az erő legyen vele. Ennek a létesítmények részébe. Néhány kritikus állapotban lévő páciensát kellett vinni, és őgősen. Bla, biztonsági ajtók, ezt a tragédiát megelőzendő, eldöntöttük, hogy nem jöhet be ide senki, csak aki javítja ezeket a dolgokat. Igen. Ja, figyeljünk oda az erő, tehát az áram kapcsolóra. Jó. Nyugi. Ott van még egy balra. Ja, tudom, láttam, de be kell kerülni hozzá az asztalra. Megértjük a nehézségeket, a 10 perc a szüneteken kívül, igen. De azért nem mozgassuk mindent össze-vissza, hogy dohányozni tudjunk. Elkaptunk néhány embert, miközben mozgatja a dobozokat, melyekben étel volt, meg elszesó dolgokat. Kimásznak. Ez nem edzőtelen. Nem tolerálják. Mászkálja ugye a gyógyszereket, nem igazán kéne gyógyszeres dobozokon. Ez lehet nem egy okos dolog. Na, szóval. Legyünk kemények. Vada be mászik? Nyugi, csak ott szaladtál valaki. Nyugi. Nem az a volt a baj, hogy szaladt, hanem hogy
hanem hogy hangot adott. A hangja, de hát baszket. Tényleg az nem zavar, hogy valaki ott lehet, hogy meg akar enni, meg ölni, meg de, ilyenek. De én nem láttam, én csak na, a hangot. Na, Miss Daniel öngyilkossága. Miss Danielt holtan találtuk meg. Ma reggel. Öngyilkosság volt, mivel hogy nagyon boldogtalan volt a munkájával és a személyi életével. Bla bla bla, gyors vérveszteség, bla bla bla. Ja igen, vágások a kezén, saját magától ment a csuklóján. Űrre találtuk meg az egyik karosszékben, mármint a kerekesszékben. Rendőrök elvitték. Voltak már hasonló esetek. Zagotál, megmutatjuk. Hop 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 hop. Ki a tököm rohangál itt? De hogy látod meg? Hogy úgy, hogy ott futott, visszajátszom neked? Jó, hogy lesz egy visszajátsz is, azért álltam. Na most elláttad? Nem. Mi az, hogy a tökömben látom, úgyhogy figyelek. De mindig, mikor felveszünk egy ilyet, akkor fut. Tehát az a dolgunk, hogy felvegyük az ilyeneket. Kipling, akkor az valószínűleg egy város, hogyha mi írtam. Hát, igen, igen. 16 éves kislány. Na jó. Loud az valószínűleg. Mindenhonnan kimaradt egybe, ja. Egyik betű. Azt hittem, hogy pont-pont-pont így. Hank, így, jó, az utolsó az. Hát, feletakasztva, hogyha jól értem. Open to deal with the speed of disease. Zsíz. Szóval volt valami betegség, és egy 16 éves kislány föl lett akasztva, mert gonosz, vagy valami ehhez hasonló dolog. Menj vissza, akkor menj vissza egy kicsit. Nem tudok visszamenni, tesó. Hát ne például. Ez... Tehát az akkor jó, hogyha fehér vagy, ha fekete? Ez egy jó kérdés. Mert látójós fehér. De szerintem akkor, hogyha fekete, akkor van baj. Hát most itt fehér bazd meg is. Nem is tudok mozogni. Beleültesz a pofámba! Ki az előtt? Ha beleültesz... Jó, nyugi. Kell egyetlen egy glowstick már. Világító pálc. Aztán most? Hát szerintem most mi kemények vagyunk. Kemények vagyunk. 94 páciens. Fura állásban állt. Szobájában este felé. Az ember verte a fejét a üvegbe, sikítozott segítségét, és amikor megérkezett, tiszta vénye volt a feje. Arca. Sötét, és a arcok a sötétben dologról panaszkodott. A páciens azonnal hát, elállították, tehát gyakorlatilag félig megfojtották. Hogy eláruljon. Pszichológusok, pszichiáterek mondták, hogy valószínűleg el... Ja nem. Szízés. Akkor azok még a... De akik nézték. Pszichológiák valószínűleg elfogja ezt a mindkét szemét. De ez őt nem érdekelte. Át kéne vinni Dr. Mercerhez. Remek. Szerintem nem lehet, hogy ez volt az a nő? Mert két szeme világított. Nem tudom ki volt, de bekaphatja kicsit keresztbe bűnye. Jó, az valami világítás, mert nem pislogott, nem mozgott. Azokat is összekezdett. Ez egy világítás. Jó, ott van egy kék cuccunk nekünk. A jó, sehol semmi. Ugyanaz a 90-es D, ez a, na ez a Seattle-től. Gyógyszereket szedett. Minden esti menü után. A hiszes után nem akarták megnézni. Valamit magyarázott arról, hogy szó szerint így van, vagy valamit magyarázott arról, hogy bűbájt fog idézni, meg mágiát. Bekapottja. Készállt a egy perc vissza. Hát a snap az például a nyakat szokták eltörni, az a snap. Snap my fingers, csettintés. Jó, hát a snap az tör, elmozdít, az enyém, hogy elmozdítaná. Na mindegy, szóval... Ilyen hangot ad. Elég érdekesen viszonyult a nővérkéhez a 90-es. És most feltettek egy kérdést a kedves nézőnek, meg mindenkinek. Ez eddig szép és jó, itt véres arc, meg... Néhány dolgát, tehát más. Meg minden tököm.
De hogy kerültünk mi ebbe a kórházba? És hogy megyek tovább? Fel tudok mászni, fuck yeah. Van itt valami kötél, valami kötelet magyarázat. Hát én lehet, hogy ez csak én vagyok fogyatékos, de... Jó, dobozok! Kötéllel. Kötéllel. Kötelekkel. Hát de hogy a francba? Vagy a doboz kéne alá ébrökni? De ami kötéllel lehet elhúzni, csak hol van rajta kötél, bazd meg. Tudom, hogy még nagy geciség. Ha le tudna merülni ez a szemét a kezünkbe. Így-e? Jó, hölgyen sajnos elfordulok, mert a létrás jesszegetésektől én megdöblök. Mögötte volt egy létrás, segítek. Nyugi. De itt most el tudok mászni egyikről a másikra. De mögötted volt egy létre, amit föl tudsz fázni teljesen könnyedén. De a létrához oda kéne vagy férni. És ez a másik oldal a létrának. Látod, itt tudok átmászni, ne idegesíts már fel. Relax. Tudod, mennyi ilyennel játszottam már én? Egyel sem nem szedom horror játékokat. Szinte éreztem, hogy meg. Ez jó sem. Köszi, nem tudom, hogy mennyire tudok angolul, ami alul ki volt írva, hogy remélem, hogyha megnyugtatott az, hogy most már fény van. Nem, mondok, nem kellett volna megnyugtatnia. Úgyhogy köszönöm szépen. Bárki is volt az űrge, aki mondjuk, hogy segít nekünk. Jó, akkor még egy modern kérdés volt. Ezt bekaphatja. Hogy a tökönben van térerő ezen a szalán egy ilyen elhagyodott tökön, takony helyen? Nem feltétlenül a telefonon, ahol beszél velünk, csak valahogyan beszél velünk. Lehet, hogy high-tech CIA is tudsz. Honnan tudod? Vagy ezt a soba kéne mozgatnom, azt nem tudom. Hazad ki a tököm! Nem volt sehol sem. Ott, te hülye gyerek! Lejjebb! Ott, né! Nincsen semmi, ja. Hülye. Pont úgy nekünk, mint egy szarkofág. Nézges már, bazdmeged. Mondani, nem látok semmit, figyelek minden, ez csak ott mi. Kikérem magam. Akkor te látsz, hogy akkor én nem látok, akkor én látok, azt meg nem látok. Amit az itt látta, az mind fogyatékos kitaláció volt, de mondja nyugodtan. Ami meg nem fogyatékos kitaláció, azt meg nem látta. Igen, és ez a probléma. Hogy ami volt, azt nem tudod. Láttam ember alakot kétszer átrohanni keresztbe. Na itt most valaki itt egy palló. Ott van, balra rendelki, ott van kék. Nem mondtad, hogy benyekedte vissza, baszki. Nem mondtam én semmit. Hogy csak... az anyámba? Roli, én csak annyit mondtam, hogy balra lent volt, jó, át tudok menni. Kell az nekünk? Döntsd el, kell az nem. Nekünk? Stéped. Kell át! Nem tudok átugni. Akkor vissza. Bocsi. Tényleg az olvasás előtt időnk. A drága időnk. Nem is olyan összeli játék, nézd meg, ez a platform játék, tehát hogy egyikről a másikra. Rage game. Ha valami megint beugrik a pofámba, én mélyeges összeg. Mi? Valami megint beugrik a pofámba, én mélyeges összeg. Roli, eddig igazi jumpscare nem volt ebben a játékban. Ezen vagyok én is. Ja persze, a két átolvanó izé, az nem számít. Az nem, mikor te full screenbe bekapod a fejet, a véres gusztustan takony fejét, na az jumpscare. Várj, de akkor most emeltem, most nyomtunk fel villanyt. De most itt visszajutottunk a legelejére. Ugyanott vagyunk, ahol bejöttünk. Akkor emeltek, nincs több dolgunk itt, mehetünk a francba? Vége a műszaknak, jók vagyunk, minden? Arra akarunk menni? Vagy erre volt egyáltalán? Erre voltunk, itt átmentünk. Ja, ott semmi. Ott az az ajtó. Itt? Ne, itt. Itt sincs semmi. Tudom, itt van az ajtó. Tényleg? Ez egy ajtót felismerek. De hogy nem enged ki. De ez már erősebb volt nyitva. Jó, onnan jöttünk le. Hát akkor menjünk még egy személy. Hát ott találunk még valami érdekeset. Ott is kell.
Jó, gyalogos volt. Azért jók a horrorjátékok, gyerekek, ezt komolyan mondom, tehát a túlélési ösztöneidet javítják, reflexedet javítják, tehát most már iskolában is úgy állok, hogy bárhol bárki jön. Nem tudom, fel van a kis kérdés. És akkor meg jövök le az emeletes házhoz, a szomszéd lépcsőt, aki lenném az ember, mindig pofán akarom verni. Reflexbe. Reflexbe, de tényleg, tehát hogyha bárkit mostantól szárba vágunk, amúgy jövőbeli szülőknek állítok az akciójátékok, segítik az olvasást. A diszlexia ellenével, hogy gyorsan kell reagálni különféle dolgot, ez az agynak a reakcióképessége javul, ezért a betűt hamar felismeri a gyermek. És ezt találtam támaszlomítében 4 és fél éves korban olvastam. És 3 éves. Vagy 4 és fél éves korban kocka volt el. Mi 3 évesen kezdtem el játszani, vigyek. Bocs. Szóval 4 és fél évesen már kocka volt. Igen. Na, hát előbb kezdtem. Fogyaték. Ja, ez így nem hallatszik a film. Mindegy. Azt mondta neki, hogy fogyatékos. De várj, hát onnan jöttünk most, akkor... Most itt mi lesz, gyerekek? Hogy állszom el szegem? Mert ott nem tudtam hol menni sehova, csak tovább. Tovább jól meg leesni, mert más nem volt. Pedig egyértelműen elvezet a izé. A játék. De ott volt több ajtós. Teljesen jöttem itt egy palló. Ott van egy ajtó. Igen, várjál! Ott van alapból. Na, ott nem enged menni. Jó, nincs több fényünk. Hölgyeim és uraim! Ez mozgatható? Hát nem csak azt jelző, mert... Csak mászható. Fölkapcsoltuk a billet, erre ellövi az utolsó glowstickünket. Azt még én vagyok a fogyatékos. Tehát... Na, de most komolyan, hol kell menni? Ott nézzünk fel, ott az a lépcsőt, nem tudunk. Hát nem, ugrani nem tudok, alaphelyzetben nem ugrik. Tehát nem tudok ott átugrani. Az mászás nem, az a unigame vagyok. De annyi volt. Fogyasztja ezt a tetves utasok glowstickünket. Na, hát most mit csinálják? Most verje magamat a földet? Akár. Lehet benne? Nem. Próbáltam egyébként, nem engedni felmászni. Akarok pénzt egyetem. Ez itt kéne az izia. És még el is szól. Ez ne... Rory, ez nem vettő maga, ez nem fog kikelni. Francba. Ott barát, ez nem. Dobozok csak. Hogy javaslom azt, hogy próbálj még visszafele menni. Hát de az elején kezdtük, öreg. Itt másztunk fel. Hát de ott valahogy csak el lehet menni az utolsó tetves papírig. Azt mondjuk megvan jelenleg ez a izé. Lehet, hogy tudnám tologatni. Nem, mert nincsen rajta izé. Ezért nincsen kötél. Úgyhogy ezt nem tudod mozgatni. Palló pedig ugye ide vezet. Jó, hát szerintem legyen végét a második résznek. És szeretnénk kommentben hallani, Facebookos üzenetek, hogy szerintek itt mi a franciként csinálni. Ezzel segítve a további videókat. Hát, jó, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok.